A Gyimes Felsőlokon élő Antal Zalán és testvére Viola úgy is mondhatnánk idén kétszer indult iskolába. Szeptember első vasárnapján ugyanis szereplők voltak az István a király iskolába megy előadásban, amit a felvidéki Borsi község felújított Rákóczi várkastélyában tartottak. Zalán István szerepét, Viola a nagyobbik testvér pedig Réka szerepét játszotta. Onnan hazatérve kezdhették is az új tanévet a helyi Domokos Pál Péter általános iskolában. A történet 2019-ben kezdődött, amikor a 6-12 éves korosztály számára online tehetségkutatót hirdettek Magyarországon. A programot mások mellett a mű szerzői kezdeményezték. A Kárpát-medence kisiskolásai versenyezhettek az István a király rockopera szerepeiért. A Gyimes Felsőloki iskola oktatói büszkék arra, hogy az Antal testvérek is szerephez jutottak a darabban. Ők egy isteni adottsággal rendelkeznek, és úgy gondolom, hogy ezt nem csak én látom így, hanem diáktársaik és tanáraik is, mert hogyha egy egyszerű közösségből, innen a Gyimes völgyéből két ilyen kiemelkedő ember eljut Magyarországra, vagy akár a világnak bármelyik pontjára, akkor úgy gondolom, hogy ez már egy büszkeség. Zalán és Viola szülei pedagógusok. Az édesapa vezeti a Gyimes völgye férfi kórust, a zene szeretete ebben a családban természetes. Ennek köszönhető az is, hogy a gyerekek beneveztek a tehetségkutató versenybe, s miután megkapták a zenei anyagot, együtt készültek fel a megmérettetésre. A zenei világa úgy vitte magával őket, annyira szerették, hogy sokszor ők jöttek, hogy hát akkor még egyszer rágyakoroljuk, vagy így hasonlók, és nekik az is, hogy egymást is motiválták azzal, hogy kitanulja meg esetleg hamarabb azt a részt, amit ő szeretne énekelni. A Gyimes Felsőloki kisfiú első körben a krónikás szerepét kapta meg. A pandémia után a szervezők újra meghallgatták a gyerekeket, ekkor István szerepét osztották neki. Istvánt én egy olyan személyiségként ismertem meg, hogy ő egy nagyon akaratos ember volt, hisz az ő akaratát véghez vitte, és nyert is ugye a harcban kupány ellen. A gyermekszereplős rockoperát előadták már Szentendrén, Gödöllőn, Komáromban, Balatonszárszón és legutóbb a Bodrogközi településen, Borsiban. A Réka szerepét játszó Viola rengeteg szép élménnyel tért haza az előadásról. Amikor felléptem a színpadra, hát izgultam, tehát természetesen sok ember nézett. A gyönyörű világítás is nagyon szép volt, és hát... A sok táncos is körülvett engem. Édesanyjuk a felkészülés első pillanatától fogva szívvel, lélekkel támogatta gyermekeit. Velük izgult a szavazás napjaiban, és velük izgul ma is az előadások előtt. Közös az élmény és az öröm, hogy mindennek részesei lehetnek. Külön öröm az is, hogy Zalán édesapja nyomdokaiba lépve idén tavasszal énekelhetett az Attila Isten kardja című rockoperában is. Ő volt a pásztor gyerek, amit ezelőtt sok évvel az édesapja is előadott, tehát ő is azt az én a darabot adta elő, hát az is egy nagy-nagy élmény volt úgy a család számára. Az István a király rockopera a gyermekek számára nem csak az önmegvalósításra és a színpadi élmény megélésére nyújtott lehetőséget, hanem közelebb vitte őket egy olyan távoli korhoz, amelyet mostanáig csak a történelemkönyvekből ismertek. Az élményeket kiki hazavihette otthoni környezetébe, az Antal testvérek például a Sáj-szigetnek mondott helyre is, ahol a szüleik egy tájházat és egy kultúrcsűrt is működtetnek.